készítsen jelentést, amely településenként csoportosítva jeleníti meg a barlangok nevét, hosszát és mélységét, a lista a település azon belül a barlang neve szerint ABC rendben jelenjen meg. A lekérdezéseket sorban bezárom, ezt el kell menteni. És létrehozás jelentés. A jelentést, mint mondtam, azt varázslóval hozzuk létre, egy ilyen kis gomb ajánlja föl a jelentés varázslót, és a jelentés varázslóban választhatunk táblák, és választhatunk lekérdezések között is a forrás állomány, illetve hát a forrás adathalmaz, az lehet tábla és lekérdezés is. Nagy adatbázisoknál célszerű egyébként egy lekérdezést készíteni forrásként, amelyből kiindulva pontosan azok az információk nyerhetők ki a jelentésben, amelyre éppen nekünk szükségünk van. Itt ebben az esetben ezt most nem kell megtennünk, a forrás adathalmaz a tábla lesz. A szükséges mezők a következők. Kell a név, kell a hossz, kell a mélység, és kell a település. Ezen mezőkre lesz szükségünk. Ezután kérdi, hogy szeretnénk-e csoportszintet hozzáadni. Igen, a feladat leírásban benne volt, hogy település neve szerint csoportosítani szeretnénk az adatokat. Csoportosítási beállításokban lehetne különböző intervallumok szerint megadni ezt. Ez nekünk ez a alapértelmezett beállítás most teljesen jó lesz. Következő alcsoportot nem hozunk létre. Következő a rendezés. A rendezés az olyan módon történik, hogy az elsődleges rendezési szempontunk a település neve, pontosabban a barlangnak a neve, és azon belül, tehát a település neve, és azon belül a barlangnak a neve. Hát nézzük meg, hogy ez most így rendben van-e. Ez a barlangnak a neve. Összesítési beállításokat nem kért a leírás. Arról sem szólt az információ, hogy milyen legyen a megjelenés típusa. A jelentés címe 8 felsorolás legyen. Na nézzük. Még ő elkészíti a jelentést, annyit szeretnék mondani, hogy alapértelmezésben a rendszer mindig a gépen, az operációs rendszerben alapértelmezett nyomtatóra készíti a jelentést, tehát amely nyomtató itt most az alapértelmezett nyomtató, arra fogja létrehozni, annak a beállításaira fogja létrehozni a jelentést magát. Ez a nyomtatási képe a jelentésnek. Minden információ helyesen jelenik meg benne. Település neve ABC szerint, és azon belül mondjuk Balaton-Edericz, azon belül ABC szerint a barlang neve, és a hozzátartozó adatok jobb oldalt. Nem fogom részletesen megmutatni, de egy pillanat a nyomtatási kép bezárása után az általam sokszor említett ActiveX vezérlőket, amelyek ugye itt találhatók, hogyha megnézzük, ezek mind-mind ActiveX vezérlők, amelyek tulajdonképpen meghatározzák az egész külső megjelenést. Egy pici átalakítást, ha teszek, már azt mondom, hogy tudom én, valami kitöltési szint fogok változtatni. Vagy egy félkövért szélesebbre veszem ezt a címke típusú ActiveX vezérlőt, akkor a nyomtatási képen ez megjelenik. Milyen nézetei vannak? Jelentés, nyomtatás, elrendezés, tervező nézet. A tervező nézetben lehet ezeket megváltoztatni. Lehet látni, hogy megjelenik az a bizonyos oldalfej, jelentésfej,
jelentés láb oldalába, a jelentés láb most üres, ez a négyzet rács, ez a háló az, ahol a tervezhetek és elhelyezhetek vezérlőket, és azt is lehet látni, hogy automatikusan például az oldal lábban minden oldal jelentés oldal alján függvények vannak érvényben, amelyek megmutatják például az aktuális dátumot, az aktuális oldalszámot a teljes dokumentumnak, hány oldala van és abból hanyadik oldalon vagyok. Az egész mind a jelentésnek, mind pedig az űrlapnak és az ActiveX vezérlőknek a használatát a Visual Basic programozási nyelv vezérli, és ennek alapjai vagy hát mélyebb ismerete szükséges ahhoz, hogyha az ember ezen nagyon változtatni szeretne, minimális ismeret kell ahhoz, hogy apró változtatásokat tegyünk. A vizsgafeladatokban csak egészen apró változtatásokra van szükség, tehát nem még az emelt szintű érettségén sem elvárás ezeknek az ismerete, úgyhogy én is csak egészen minimálisan fogom ismertetni.